A Lóvá tett lovasok című előadás a Komáromi Lovas Színház egyik legsikeresebb darabja. A zene és komédia egy megtörtént eseményen alapuló, napjainkban játszódó történet sok humorral, garantált nevetéssel, tanulságos végkifejlettel. A darab Márkus Attila ötlete nyomán íródott, aki felkérte Szűcs Istvánt a zenei anyag elkészítésére. Így ketten karöltve vitték színpadra a történetet, melyet Zajzon Csaba rendezett. Rettenetesen jó élmény itt rendezni. Megmondom őszintén, hogy ez, amikor mi ide kerülünk, amikor ide jövünk, hogy elkezdjük magát a próba folyamatot, akkor van egy adott elképzelésünk, és ugye nagyon jó kedvű a társaság. Nagyon kicsikét, tehát kicsikét ritkábban tudunk ugye összefutni, és megmondom őszintén, hogy amikor viszont együtt vagyunk, akkor fesztelen a légkör, nagyon kreatív a csapat, és tele vagyunk ötletekkel, és mindenféle dolgot, ennek a jó részét ki is kell hagyjuk az előadásokból, de hozzáteszem, hogy nagyon sokat segítenek, és mivel rövid idő áll a rendelkezésünkre, rám is fér, hozzáteszem. Itt van a buli, a szabaduló buli, itt van a király, nézed milyen sukár, leülte a csávó, mit rám ért a gágyó, de most már mindegy, mázsában ha mére. Itt van a buli, megnézem a jó muzsika, jár a lábad helyte, roma sírasson a bál. Gázsi, az öreg lókupec, kiszabadul a börtönből, hazatért egy családja nagy mulatsággal várja. Elhatározásában miszerint felhagy a bűnözéssel, jó útra tér, hogy példát teremtsen gyermekeinek, hamar megingatja egy nem várt fejlemény. Megdöglött a ló. A ló, amire egykori cellatársa rokonaitól nagy előleget kapott a családja. Az még csak tetézi a bajt, hogy fia Rómeó és barátja Merkúció, az ifjú lókupecek, nem hajlandók feladni hivatásukat, sőt modernizálni akarják a szakmát, csak úgy olasz módra. Ragyogó szereposztással működik az előadás, ugye a két főszereplőt, a két huligánt, aki kitalálja az egész csintevést, azt ugye Rómeónak és Merkúciónak nevezik a darabon belül, ezt a, ugye az egyik őjük Cselepák Balázs, a másik őjük pedig Pródi Norbert. Ugye nekik van még a rokonsághoz kapcsolódóan, ugye van egy idősebb úriember, aki az egyik szereplőnek az édesapját játsza, ő Kozári Ferenc alakítja, és van egy testvér, egy lánytestvér, ő pedig Deák Fruzsina. És a másik oldalon pedig, aki Fruzsinának a kedvesét alakítja, ő Csordás Ákos, az ő szüleit pedig Kis Zsolt és Bucsi Anna Mária alakítják a darabon belül, és van még egy Győzi bácsink, akiről nem szabad elfeledkezni, őt pedig Szabó Gyula Győzőnek hívják, és van még egy sógorunk, aki pedig Tóth Zoltán. A lókupec lánya Jennifer a közeli lovas iskolába is beiratkozott, itt ismerkedik meg egy fiatal emberrel, akitől rövidesen áldott állapotba kerül, és feleségül akar menni hozzá. De akad egy probléma, kiderül a fiatalember foglalkozása. Szervusz, Zsenikém, drága! Bocsánat, hogy elkéstem a buli kezdetére, de hát Csabit kísértem az állomáson, meg át kellett öltöznöm kicsit. Csecse, Csabi, ki a kurság az a Csabi, aki előbbre való, mint az apád, akit 2 év, 8 hónap, 4 napja nem látta. Mi van a hasaddal? De mi ez? Meghisztál? Apa, nem meghíztam. A gyereket várok a Csabitól. Igen? És fiú lesz. Ez enyhítő körülmény. Aztán mondja csak, jó képű az a Csabi? Jó. És a fajtánkból való? Mert úgy hallom, hogy lovakat tart. Márpedig aki lovakat szereti, rossz ember nem lehet. Apa, a Csabi gágyó. Pesten dolgozik valami könyvelő irodában. Juhú, súlyos bitő körülmény. Halmazati büntetés. Hát mi lesz így a kramoszomáival? Én úgy gondolom, hogy maga a pörgőssége, maga az a színessége, ami tulajdonképpen azzá teszi ezt az előadást, ami, az tulajdonképpen egy kicsikét könnyít rajta, de azért hatalmas szövegmennyiséggel kell, hogy gazdálkodjanak a kollégák, és megmondom őszintén, hogy azért ez olykor-olykor azért megnehezíti a munkájukat. Nézői szempontból én úgy gondolom, hogy ez egy könnyű komédia, ez egy könnyű vígjáték, bár az eredeti, a valóditől valós eseményekben a vége az nem kifejezetten volt komikus, hát ott a tragédiával végződött sajnos az esemény sorozat, de itt ugye mi úgy gondoltuk, hogy azért az talán túlzás lenne,
És egy picit fellazítottuk ezt, hogy a nézők számára könnyen fogyasztható legyen, rengeteg humorral, rengeteg helyzetkomikummal, és hát természetesen a színész kollégáknak sziporkázó játékával. A darabot természetesen meg annyi lovas jelenet színesíti, a fajsúlyos társadalmi kérdéseket feszegető zenés előadás, betekintést nyújt napjaink lovas világának néhány szeletébe is. Kor az mindig változik, az emberek változnak. Mi is változunk, és nem feltétlenül aktualizálódik igazából a történet, tehát nem arra megyünk rá, hogy ez mindig aktuális legyen. Nem, a maga a történetnek a mondani valója az mindig aktuális marad, és igazából az a helyzet, tehát, hogy attól függően, hogy éppen mi jut eszünkbe, hogyan lehetne megoldani mondjuk még adott esetben azt a jelenetet, vagy azt a problémát, akkor hozzunk erről egy fogást, és akkor próbáljuk meg ezt a dolgot valahogy egy picikét kifordítani, valahogy egy picikét, lehet, hogy viccesebb lesz tőle, vagy éppen elmélyíteni adott esetben, tehát, hogy komolyabban tudjuk venni, hogy egy picikét jobban megrendüljünk akkor ettől a dologtól. És ugye ezek mindig általában ugye jönnek próbáról, így beleépülnek évadról évadra, beleépülnek az előadásba, és aztán jó, kicsikét jobb szájízzel állunk hozzá ez az egész történethez, tehát, hogy azt mondom, hogy nem az van, hogy ismét ugyanaz, tehát félreértés ne esik, nem unjuk, de hogy ne az legyen, hogy mindig ugyanaz. Nekünk, én úgy gondolom, hogy lételemünk az, hogy mindig egy icike-piciket változzunk. A színháznak a lehető legfrissebben kell reagálni a jelenünkre, a jelen közönségének elvárásaira, hogy érzékes, izgalmas formában vessen fel mindnyájunk számára fontos morális kérdéseket, s a nézők lelkére is frissítően hasson. A színház számára a legfőbb cél, hogy valamennyi előadáson a nézők felhőtlenül szórakozzanak. Let's go.